A mai adás vendége Bérces Ádám, aki elmeséli, hogy mire jó egy Crohn-betegség. Fogadjátok sok szeretettel! Ez itt a Halottnak a kócs Bán Andrással. Ádám nagyon különleges vendég számomra. 25 éve az egyik legjobb barátom. Nem tudok elfogulatlan lenni vele. Több sorsfordító életszakaszt éltünk át együtt. Közel voltam hozzá a sötét óráiban. Sokat aggódtam érte. Ezért is hat meg annyira az élettörténete. Induljon hát az utazás, üdvözlöm a hallgatókat! Én elhelyezkedtem kényelmesen íróasztalon a mobil, úgyhogy szevasz! Szia! Köszönöm szépen, hogy időt szánsz erre a beszélgetésre. Megkérhetlek, hogy mutasd be magad, ki vagy te? Igen. A nevem Bérces Ádám, 43 éves, budapesti lakos, két gyerek apukája, elvileg, vagy nem is elvileg, hanem mostanáig hanglemezkiadó, zenekiadóként azonosítottam be magamat, 20 évet dolgoztam a zeneiparban, amúgy okleveles közgazdászként végeztem a vendéglátóipari főiskolán. De leginkább azt a definíciót szeretem, hogy vagyok, aki vagyok. Értem. Figyelj már így a közgázra rákapcsolva, hogy ha jól tudom, akkor te egy ügyvéd dinasztiából származol, tehát nem csak mindkét szülőd, de hogy még a testvéred jogász. Is. Jogász, bocsánat, jogászok. Igen. Te miért nem a jogra mentél, hogy mi motivált a pályaválasztásban? Azért nem mentem a jogi egyetemre, mert láttam, hogy a bátyám mennyit tanul a gimnáziumba. A gimnáziumba még követtem őt. Láttam, hogy mennyit tanul az egyetemen, és oda már nem akartam követni őt. A jogász dinasztia egyébként nagyszülői ágig terjed, úgyhogy azt gondoltam, hogy van elég jogász a családban, nincs még egyre szükség, és az anyukám ebben nagyon támogató volt. Ő is így gondolta. Ráadásul gimnáziumban angol-német szakra jártam, így az első generációsok közé tartozom, akik már nem csak oroszból, vagy oroszt tanultak fakultáción, és ezért a vendéglátóipari főiskolát néztük ki, ahol úgy gondoltuk, hogy majd remekül lehet kamatoztatni az angol-német nyelvtudást, illetve hát ez volt az a főiskola, ahol gyakorlatilag felvételi nélkül bejutottam a megfelelő érettségi átlaggal, meg két nyelvvizsgával. Nagyon vicces volt megtudni a főiskolán, hogy gyakorlatilag négy ember kivételével mindenki így jött be a főiskolának erre az idegenforgalom és szálloda szakára. Akkor azt hiszem meg is szüntették a következő évben ezeket a kedvezményeket, igen. Most azért röhögök, mert hát a hallgatók nem tudják, de mi azért körülbelül azóta ismerjük egymást, és hát nagyon sok közös barátunk ugye arról a főiskoláról van. Aztán néhány évvel később én is oda jártam. Nekem az volt a gondolkodásom, hogy hát figyelj már, hát hogyha ennyi haverom el tudta végezni, és végül is elég jó melókat kaptak ezzel a diplomával, akkor ez biztos egy gumi diploma. Hát jó lesz ez nekem is, talán nekem is menni fog. De mondjuk én nekem nem volt konkrét célom, vagy nem tudtam pontosan, hogy mi az, amire ezt a tudást, vagy ezt a diplomát akarom majd használni. Neked volt ilyened? Nem, semmi ilyenem nem volt, így engem tényleg az motivált, hogy ne kelljen felvételizni. Ha így utólag visszanézem, semmi értelme nem volt annak, hogy, vagy semmi tudatosság nem volt abban, hogy én erre a sulira menjek, gyakorlatilag ez négy év intenzív bulizás volt, vizsgaidőszakakkal tarkítva szerintem nagyon sok számomra haszontalan dolgot tanultam. Nyilván, hogyha szállodaiparban helyezkedem el, akkor hasznos lett volna, de nekem az egyik szakmai gyakorlatom a Magyar Turizmus ZRT, vagy akkor még RT-nél volt, ott ilyen PR sajtós asszisztens voltam, és ott így azért beleláttam az egésznek a működésébe. És láttam, hogy hát, hogyha ez az egyik csúcsszervezete ennek az üzletágnak, akkor én biztos nem szeretnék itt dolgozni. Ah. Úgyhogy én innen kicsekkoltam. De tény, hogy nagyon sok kollégám, aki vagy iskolatársam a mai napig a idegenforgalomba
dolgozik, működik, úgyhogy így azt gondolom, hogy nem is a szakkal meg a sulival volt bármi gond, hanem mi nem voltunk kompatibilisek. Ugyanakkor meg a ifjúkorom üzleti sikereihez nagy mértékben hozzájárult az a kapcsolatrendszer, ami ott a főiskolán kialakult, gyakorlatilag a teljes magyar rendezvényszervező ipar ott jött létre a iskolatársainkból, akik először csináltak rendezvényeket, és ez mindenképp hasznos tapasztalat volt. Értem, de akkor ez neked főiskola alatt kezdett leesni, hogy nem a turizmus lesz a te irányod, ha jól értem? Nem, tehát a főiskola alatt nem foglalkoztam a jövővel, tehát abszolút bulisztam, ezt jól tudod, te is. Igen, ennek tanulja voltam szinte minden alkalommal. Úgyhogy nem, a magyar turizmus, a gyakorlat idő végén esett le, hogy a zene mindig is vonzott, de akkor még nem volt meg, hogy én zeneiparba kerülök. Egy ismerő segítségével egy reklámügynökségnél tudtam elhelyezkedni account asszisztensként, ahol másfél évet dolgoztam, ami nagyon-nagyon hasznos volt arra, hogy megtanuljam a folyamatmenedzsmentet. Tehát, hogy dolgozunk az üzleti életben. Gondolok itt arra, hogyha felhívnak telefonon, visszahívom, ha írnak egy e-mailt, válaszolok rá, vagy ha kérdeznek, válaszolok rá. Bocsánat, közben, hogy ez egy nagy multicég, amiről te beszélsz. Igen, az első másfél évedet. Igen, ez a DDB reklámügynökség volt. És amiket most így mondasz, azok nekem egyértelműnek tűnnek, de ezek szerint te úgy tapasztaltad később, hogy a magyar kis- és középvállalkozó világban ez nem annyira egyértelmű, hogyha fölhívnak, visszahívom, és ha írok egy e-mailt, válaszol? Ez persze, ez egyáltalán nem egyértelmű. Pont. Ez nem egyértelmű az emberek számára. Amit nagyon fontos, így megmarad bennem, hogy kötünk üzletet. Tehát, hogy először leírom, hogy mire van szükségem, keresek erre megfelelő szolgáltatót vagy gyártót, annak elküldöm, ő visszaír nekem árajánlatot, az árajánlatokat összehasonlítom, a győztes árajánlat alatt megrendelem, szerződést kötök, teljesít, utalok. Ezt én itt a DDB-nél tanultam meg, és később ez egy igen hasznos skillnek számított. Azt gondolom most csak, amit mondtál abból, csak így az jön nekem, hogy azért lehet kritizálni a multikat sok dolog miatt, és szerintem kell is, viszont vannak olyan skillek, meg olyan dolgok, amiket marha jól meg lehet ott tanulni, amit később az ember az életében marha jól tud hasznosítani, mint ahogy most ezt te is egy példával leírtad. Hogyan lett ebből a reklámügynökségből zeneipar? Egy sajtóhirdetés útján lett ebből zeneipar. Láttam még az akkori Pesti Estben egy apró hirdetést, hogy nemzetközi lemezkiadó marketingest keres, és akkor pályáztam rá, küldtem utcáról önéletrajzot. Ott már nagyon jól mutatott a reklámügynökséges tapasztalatom, és akkor behívtak egy meghallgatásra, ott nagyon jól teljesítettem, behívtak egy másodikra, ott nem teljesítettem jól, és nagyon-nagyon jó fej volt a főnököm, mert ő azt mondta, hogy ő behív még egy harmadikra, mert azért úgy érzi, hogy annak oda be kell hívjon, és akkor az alapján végül felvettek. De hogy hogyan éreztél, gondolkodtál, amikor váltottál, hogy miért akartál váltani, miért akartál ebbe a zeneiparba menni? Hát volt bennem egy exhibicionizmus, tehát én még a gimnáziumban még én is színész akartam lenni, tehát mindenféle iskolai színházi vetélkedőn kihasználtam a szereplésre, tehát ez az egyik, ami motivált. Azt gondolom, hogy akkoriban motivált az is, hogy csajozhassak, tehát hogy hú, akkor siker, pénz, nők csillogása, hogy a KFT ezt megénekelte. Utólag pedig azt mondom így mostból rátekintve, hogy ezt pedig a önbizalom hiányomnak a kielégítése motiválta ezt tehát, a szándékot.
Hogyan tudta ez az Hát, hogy na majd, önbizalmad? hogyha én ott dolgozom a nagymenő kiadónál, és akkor majd híres emberek között mozgok, és akkor én majd, és nekik a ismerősük, barátjuk leszek, az az én önértékelésemet is emeli. Tehát akkor én attól én jobb leszek. És ezen kívül volt más célod is ezzel, vagy terved, amikor belecsöppentél a zeneiparba? Nem, hát még akkor is borzasztó tudatos voltam, se. Nem célom volt, vonzott a zene. Tehát, hogy teljes képbe voltam a zenével, már nagy popper voltam akkor is. Szerettem a zenét, csináltam a válogatás kazettákat a Danubius rádióból, már nem is tudom, bérces mixeket, így 6-7-8 évesen. Tehát így volt egy egészséges kötődésem a zenéhez. Nem tudtam, és sajnos még a mai napig nem tudok zenélni, de például van ilyen tervem, hogy ezen, hogy azért egy hangszeren majd megtanulok. És kinéztem már valami hangszer? Hát a zongora, a gitár, az a kettő, ami vonz, igen. Azt mondják, hogy dobolni egy nap alatt megtanítanak, hogy az egyszerűbb az a kezdeni. Hát azt már is tudok, igen. Te is akkor fölvettek szintén egy nagy nemzetközi lemezkiadóhoz, egy multi céghez, igaz? Egy multinacionális céghez. Igen, és akkor ott mennyi ideig voltál? Ez a BMG kiadó volt, itt körülbelül másfél évet töltöttem el, aztán átmentem egy másik kiadóhoz, az az EMI volt, itt is körülbelül ugyanennyit, nem, ilyen egy évet töltöttem el. Nagyon elégedett voltam a váltásom időzítésével, a módjával kevésbé, de az időzítés az az volt, hogy a Sydney Olimpia előtt fejeztem be a munkát, és utána kezdtem, úgyhogy én végig tudtam nézni az egész olimpiát, ami ugye ilyen fordított időben volt Ausztrália miatt, úgyhogy emlékszem, hogy ott nagyon tapsikoltam magamnak örömömben. És a módjának miért nem örültél, vagy miért nem volt elégedett a módjával? Mert csúnyán nem, mert nem voltam elég erős akkor még, így önmagam felvállalásába, és kicsit ilyen nem egyenesen arccal vállaltam az akkori főnökömmel a konfliktust. Aha, és ezt utólag később megbeszélted vele, vagy földolgoztad? Igen, igen, igen. Tehát olyannyira, hogy amikor a saját cégbe az első aranylemezem elkészült, akkor készítettem neki egy névre szóló aranylemezt, és elmentem hozzá így tisztázandó ezt, és megköszönve azt, hogy ő bevett engem a zeneiparba. Ez szép. Geszti Margit, azaz Fruzsia neve. Említsük meg, mert a szakmában mindenki ismeri őt. Jól van. Figyelsz, hogy egy kicsit most előre szaladtunk, így a történetedben, hogy akkor, ha jól látom, akkor itt van a matek összeáll, akkor kb. 4 év multi lét, abból az utolsó 2,5 az két különböző lemezkiadóban. Hogy azok a reményeid, miszerint belekerülsz a rockstárok világába, vagy a nagy betűs életbe, ez már ott beteljesült? Igen, tehát én ott jöttek, mentek a művészek mindkét kiadóban, úgyhogy ebbe a pezsgésbe én egy az egybe bekerültem. És ezt hogy kell elképzelni most a külső kíváncsiskodó szemével nézve, hogy akkor mentél reggel egy ilyen szép irodai épületbe, ott lehúztál 8 órát, és éjszaka meg buli keményen, és viszkis üveg lóg a farzsebedből, vagy hogy kell ezt elképzelni? A multiszezonban nem így volt, ott inkább a nappali tevékenység volt, hiszen ott nem voltam a magam ura, tehát ott azt hiszem 9-re bementünk, dolgoztunk, amíg dolgoztunk, ha volt rendezvény vagy koncert, akkor oda elmentünk, de másnap ugyanúgy be kellett menni. Tehát ez a klasszikus rock'n'roll életvitel, ez a függetlenedésem után indult be. Tudsz mesélni a függetlenedésedről, hogy milyen céljaid voltak azzal, hogy igen, azt te fogod komázni, mert az egy teljes felütközés a multi léttel volt ennek az oka. Én az EMI kiadóban a nemzetközi repertoárért voltam felelős, és többek közt olyan ukázokat kaptunk az angol központból, hogy csináljunk Magyarországon szupersztárt és 10-20 ezer darabos eladást a Radioheadből például, ami köztudottan nem az a magyar szívhez és magyar vérmérséklethez szóló muzsika,
Ezeken már egy csomót vitatkoztunk a területi képviselővel, vagy nem, tehát a country managerrel, de úgy, hogy akkor visszaírtunk neki, hogy oké, szívesen megcsináljuk ezt, de akkor nézzük már meg, hogy ők Balázs Paliból csinálnak-e UK popstart. Mert hogy kb. Hasonló a kérés. Mondom ezt úgy, hogy a Pali nagyon jó barátom, és nagyon szeretem. Meg és hát most az ő egy jó példa, mert ő egy népszerű előadó. Ő egy magyar, igen, fülnek szóló előadó. Én már akkoriban is licenszeltem, illetve akartam licenszelni kiadványokat az EMI-nak. Ez azt jelenti, hogy az EMI nem csak a világ összes EMI lemez kiadójának a kiadványait adja ki Magyarországon, hanem akár harmadik féltől független kiadóktól megvásárol jogot mondjuk Magyarországra. És akkor abból ugyanúgy eladást csinál, pénzt csinál. És ez a Basement Jacksnek volt a Rúti című lemeze, csináltam rá mindenféle kalkulációt, hogy ez mit hozna az EMI-nak, és ez nap hetekig ült az új főnök íróasztalán, ez az egész projekt. Semmilyen választ nem kaptam rá, és ezzel párhuzamosan, vagy ezelőtt engem már megkeresett egy barátom kapcsán a Klub Palasz, hogy vigyek el nekik egy fellépőt talán a Roxy szülinapra. És egy EMI-os előadót elhoztunk, promóciós fellépés keretében, tehát ez én, mint magyar EMI, tudtam írni a holland EMI-nak, hogy figyeljetek, úgyis megjelent a lemeze Alice DJ-nek, hogy Magyarországra hozzuk el fellépni, szervezünk rá médiát, eladunk egy csomó lemezt, Alice DJ fellép, kap érte gázsit, win-win-win. Le is boronáltuk ezt a turnét, végül is három állomásos turné jött össze belőle, és gyakorlatilag én kaptam érte jutalékot a Palasznak a promóterétől, amin én egyébként nagyon meglepődtem, mert hogy én ezt még jó munkás emberként, lojális EMI dolgozóként csináltam. De nem utasítottam vissza. És akkor ez felnyitotta a szemet, hogy van más módja is a pénzkeresetnek? Abszolút. Tehát egyszerűen csak elkezdtem azt számolni, hogy én abból a pénzből, amit ezért kaptam, ebből én meg tudtam venni azokat a kiadói jogokat, amit az EMI-nak tárgyaltam rá, és akkor ezt befektettem ebbe a kiadói jogba, és akkor kiszálltam a cégből. Fontos megjegyezni, hogy volt mellettem akkor két üzlettárs, akikkel viszonylag hamar szétváltunk, amikor kiderült, hogy én lemezeket szeretnék kiadni és befektetni, nem csak haknikat szervezni, és pénzt behúzni, hanem aztán volt egy gimnáziumi osztálytársam. Tehát az új üzlettársammal csináltunk egy céget, ő volt benne kvázi a csendes társ, illetve hát ő volt, aki pénzt tett abba bele, hogy legyen tőkénk működni addig, amíg önmagát el nem tartja a cég, azaz több bulit szervezünk, DJ-t hozunk, mint amennyi költségünk van, és így elkezdtük építgetni a kiadót. Club Solutions, azaz CLS Music néven. Tényleg, ez mikor volt? Melyik évben alakultatok? 2001. 2001. Az van, hogy én erre azért így emlékszem, és most, hogy mondod, a Club Solution név is beugrott, pedig csak a CLS volt meg a fejembe, de ez most így a passzívból előjött. Aha, értem, 2001. Igen, mert hogy kluboknak nyújtunk ugye megoldást, és ez abból a szempontból érdekes, hogy mi jó időben voltunk jó helyen, mert akkoriban még egyszer nem volt az internet annyira elterjedt, illetve nem volt az angol nyelv sem annyira elterjedt. És az én helyzeti előnyöm az volt, hogy az elején egy EMI Musicos e-mail címről tudtam írni kiadóknak, promótercégeknek, tehát gyakorlatilag nyíltak meg a kapuk, és beszéltem angolul, és egy lépéssel előbb tudtam kapcsolati hálót építeni. És milyen érzés volt kilépni a nagy lemezkiadó finom melegéből, a vadonba kimenni, újra kezdeni, sajátot kezdeni? Ebben sok támogatást kaptam az üzlettársamtól, mert ő a gimnázium után nem vették fel az egyetemre, és ő egyből elkezdett dolgozni. És ő gyakorlatilag az alatt, amíg én
tanultam, vagy suliba jártam, ő az alatt már felépítette magát, és konkrétan egy jól menő üzletember, reklámügynök lett. Tehát rögtön előttem volt az a példa, hogyha valaki tolja és dolgozik, akkor működik, és neki volt nagyon szuggesztív ereje volt, és végig biztosított arról, hogy ez egy tök jó dolog lesz, és ne féljek, úgyhogy igazából akkor még nem féltem. Akkor még nem féltél. Igen. Volt-e benned valami olyan felszabadulási érzés, hogy na most aztán belevethetem magam akár az éjszakába, nem kell reggel 9-re bemennem, nem mondja meg senki, hogy kiből csináljak sztárt. Ebből te éreztél valami pozitívat, valami extra erőt kaptál ettől? Hát az a szabadságérzet, hogy nem mondják meg, hogy mit csináljak, az mindenképpen megvolt. Viszont bennem gyerekkorom óta egy nagyon erős kötelességtudat program működik, úgyhogy azért kaptam magamat én azon, hogy felkelés után leültem dolgozni, és este felkeltem ugyanúgy pizsamában az íróasztal mellől, mert amikor még egyfős volt a cég, akkor otthonról dolgoztam. Tehát végülis ez nem jelentett kevesebb munkát, de azt mindenképp jelentette, hogy ugye szabadon dönthettem. Üzlettársamtól is teljes szabad kezet kaptam, úgyhogy ez egész biztos, hogy lelkesített. És mikor kezdődött a keményebb rock and roll életmód? A keményebb rock and roll életmód két vonala volt a tevékenységünknek. Egyrészt mi lettünk Magyarország második legnagyobb elektronikus zenei kiadója. Tehát igazából akkor kezdődött a rock and roll, ami nem is a rock and roll volt, hanem techno, akkor hívjuk így, amikor elkezdtünk magyar DJ-kkel is dolgozni, mixlemezeket adtunk ki, hiszen akkor elkezdtünk járni az éjszakába, eleve azért, hogy is felismerjük a piacot, illetve azért benne imádtuk a zenét, imádtunk bulizni, táncolni, és pont ekkor kezdődött. Aha, és mondjuk egy keményebb időszakban hogyan nézett ki egy heted? Hát egy hetem az úgy nézett ki, kezdem akkor hétfővel, felkeltem hétfőn, már nem emlékszem mikor, elmentem úszni. Tehát ez mindig megvolt, hogy a sport az jelen volt, szerintem ezért éltem túl ezt az időszakot. Tehát elmentem úszni, elkezdtem dolgozni, a dolgozás az vagy számítógép előtt ülés, zenehallgatás, e-mail írás, e-mail olvasás, telefonálás, és megbeszélések, találkozókon való részvétel, és gyakorlatilag kb. Hétfő kettő az még ilyen pihenős időszak volt, és szerdáktól már indultak a különböző helyeken a koncertek, partik, és amikor erős időszak volt, akkor szerdától szombat estig minden este buli. És akkor mit jelentett nálad a buli? A buli az azt jelentette, hogy mondjuk zárásig. Tehát mondjuk jó, nem zárásig, de akkor 2 és reggel 6-os érkezés haza. És élvezted ezt a fajta életmódot? Ez volt az, amire vágytál igazából a gimnázium végén, nem? Igen. Igen, azt kell mondjam, hogy én élveztem ezt az életmódot, és aztán sok évvel később kaptam visszajelzéseket is, hogy milyen nagyképű voltam én akkoriban, és ilyen éjszaka császáraként viselkedtem. Én ezt akkor nem tudtam, tehát így ez a tudatos nagyképűség, meg emberek lenézése az szerintem sose volt a személyiségem része, tűnhetett így másnak, hogy tényleg hát baromi jó dolgom van, mert bulizom, zenében mozgom, éjszaka addig vagyok fent, ameddig akarok, jól kerestünk, mert jól ment a cég, tehát ez adhatott okot irigylésre. Hát és népszerű voltál azért az éjszakai életben, híres emberekkel lógtál. Igen, nem igen. Nem tudom, a csajok is azért az ilyesmit szerintem értékelik. Igen, értékelték. Tehát boldog voltál? Kérdezem, boldog voltál? Hát utólag visszanézve természetesen nem. Azt hittem, boldog tudatlanságban éltem.
Aha, és volt valami, ami stresszt okozott ebben az időszakban? Hát ami stresszelt már akkor, az a munkatársaimmal való együtt dolgozással járó nehézségek. Nem tudtam jól menedzselni, jól delegálni munkákat, jól ellenőrizni, ezért nagyon sokat csináltam én magam, ezekből, tehát túlvállaltam magamat, sok feszültségem volt, és igazából azért voltak feszültségeim az üzlettársammal is. Nem az elején, hanem egy idő után. És nem tudom, hogy ez mennyire, vagy mennyire nyomta rá a bélyegedet az életedre akkoriban, majd, hogy mennyire jellemezte ez a mindennapjaidat. Amire én kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy amikor kezdted érezni, hogy túlvállaltad magad, hogy túl sok a feszültség, gondolom, hogy a kötelességtudatod miatt nem tudtál dolgokat elengedni, nem tudtál delegálni, mondjuk nem is volt egy nagy szervezet körülötted, ahova marhasokat lehet delegálni. Nem tudom, hogy mennyire lett volna több lehetőséget delegálni, de mondtad, hogy nem tudtál. Hogy érezted azt esetleg, hogy így érzelmileg, szellemileg kezdesz kimerülni? Persze. Persze, hogy éreztem. Módosít, vagy javítani, mert volt nagy szervezet köztünk. Tehát amikor az üzlettársam reklámügynöksége és a kiadó egy épületbe költözött, akkor volt, hogy olyan 20 fölötti létszámmal működött ott két cég, és volt, amikor a mi kiadónkban is volt 12-13 ember, amikor még sok szélzesünk volt, sok promóciós. A kiégés, kimerülés az hát folyamatosan jelen volt, tehát tényleg gyakorlatilag én napi 200-300 e-mailt pörgettem. Tehát, hogy így, ennyit írtam, meg olvastam, de ugye kollégákkal, tehát egy ilyen teljesen agyament módon dolgoztam, és hát nyilván az éjszakai agykisütés volt az, amivel ezt az egészet stresszoldani tudtam, és azt mondom, hogy az, hogy nem haltam ebbe bele, az szerintem a reggeli úszásoknak köszönhető. Volt olyan időszak az életedben, amikor úgy érezted, hogy nem bírod tovább, és feladod? Nem. Tehát az, hogy én feladok valamit, az nincs jelen a gondolkodásomban, inkább az, hogy ezen változtatni kéne. És azt éreztem, hogy nincs erőm, nincs bátorságom változtatni. Tehát én nehezen tűröm a konfliktust, és nagyon konfliktuskerülő életet éltem akkoriban, és az üzlettársammal sok konfliktust kerültem el, és nyeltem le, és ott csúcsosodott. Esetleg lehet, hogy tehetetlennek érezted magad, vagy ez nem volt ott? Addig nem jutottam el, hogy tehetetlen vagyok, féltem. Tehát nem voltam, nem tudtam magamat fölvállalni. A tehetetlenség az, abban már benne van az, hogy már legalább megvannak a határaim. Csak nem tudok belőle kitörni. Én akkor még ezt nem is éreztem. Ez tök jó, ahogy mondtad. Ezzel még így nem gondolkoztam. Ez tetszik. Mennyi ideig ment ez a fajta úgymond rock and roll, vagy techno életmód, és ez a folyamatos terhelés, és ez a feszültség, ami benned dolgozott. Ez milyen, mennyi ideig tartott ez az időszak? Ez konkrétan 2007 volt az, amikor én elmentem nyáron Horvátországba. Az akkori Iviven még feltűnt egy nagyon jó, régi jó barátom, aki évekre eltűnt, és kiderült, hogy kint van Horvátországban, és akkor rövid üzeneteket váltottunk, és kimentem hozzá Brács szigetére, és akkor egy ilyen mai napig élő kép, hogy leszálltam a hajóról, és már előtte leveleztünk párat, így mondtam, hogy itt nem nagyon találom merre van az előrét, hogy itt tök jó megy minden a cégben, de hogy itt nem teljes az életem, és akkor ők konkrétan lejöttem a kompról, és így a kezembe adta Osó Buddha útja című könyvét. És akkor azt elolvastam, és akkor az egyszerűen egy ilyen olyan fantasztikus élmény volt, hogy általam soha senkinek fel nem tett kérdésekkel találkoztam, és válaszokkal is találkoztam rá, vagy találkoztam a könyvben, de te nem ezt kérdezted. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy meddig tartott ez az időszak, amikor Igen. nehézségeid voltak, de arra válaszoltam, Igen, 2007-ig, és akkor... És 2001-ben kezdődött a cég, tehát hogy nem tudom...
Igen, egy 7 év után, ugye klasszikus 7 év után, megtetézte ezt az, hogy 2007-ben mi voltunk talán a legsikeresebb magyar lemezkiadó. Tehát abszolút értékben az első 5 eladott lemezből 3 nálunk volt. Tehát nagyon-nagyon mentünk, a legnagyobbra nőttünk, és az év végén azt néztem, hogy gyakorlatilag nincs haszon a cégben. Mert hogy akkorára nőttünk, hogy minden pénz arra megy, hogy eltartsuk a céget, volt egy jó fizetésünk, de ennyi. És az azért volt, mert több lett az alkalmazott, vagy több Nagy, túl, költség? na, túl nagyra nőtt a cég, és az már egyébként egy baromi nagy stressz volt, hiszen tehát rajtam volt a felelőssége 10 ember fizetésének, és az nem volt kérdés a társammal, hogy a kollégákat kifizessük mindig. Tehát mindig, minden költség előtt ez volt az első, és ez egy irgalmatlan nyomássá nőtt, és amikor ott álltam év végén, hogy na, akkor most van-e valami? Nincs. Már hogy mi És így az, hogy van-e valaha, valami, hát valami haszon, tehát hogy amiért lóvé, csináljuk aha, ezt az lóvé, egészet. Mármint értem. nem ezért csináljuk, de ilyen mértékben, ilyen volumenben már ezért is csináltuk. És így akkor gyakorlatilag így a világba vetett hitem így porrá tört, mert hogy mondom, hát ezt nem tanították közgazdaságtanból, ezt se. Tehát azt tanították, hogyha jól csinálja az ember a dolgát, akkor abból haszon lesz. Hol megy el a hajó? És hát ott ment el a hajó, hogy ez a folyamatos növekedés, és ez a még. Ennyi nem elég. Ez annyira vicces, hogy aki kívülről nézi a dolgokat, látja, hogy úristen, ez a legsikeresebb lemezkiadó Magyarországon, a CLS, milyen fantasztikus eredmény, ezek a srácok mennyire sikeresek, benézel a színfal mögé, és akkor ott látsz egy kimerült, kistresszelt vezetőt, és egy 0 forintos nyereséget, ami lehet, hogy sokkal rosszabb, mint ami mondjuk az első 1-2 évben volt, amikor még picik voltatok, és már mondtad, hogy akkor jól Abszolút, ment a cég. abszolút, Tehát hogy szerintem itt persze. nagyon fontos az, hogy az ember tudatosan álljon ahhoz, hogy mi a számára a siker, főleg, hogyha elkezd egy vállalkozást, nem árt, hogyha tudod, hogy ezt most milyen céllal indítod, vagy mit szeretnél ebből kihozni, vagy te mikor fogod magadat sikeresnek érezni. Ezt utólag már pontosan tudom, úgyhogy a mai napig, ha bárki megkeres, hogy dolgozzunk együtt bármiben, az az első kérdésem, hogy mi a célod? Nagyon sokszor nincs több kérdésnek hely. Figyelj, azt szeretném, hogy erre a mi a célodra térjünk vissza a végén. Jó. Én most arra kérlek téged, hogy mesélj nekem, légy szíves, arról, hogy mikor érezted azt először, hogy valami nincs rendben, hogy esetleg a fizikai egészséged mikor jelzed be. A fizikai egészségem 2005 körül voltam egy cimborámmal Egyiptomban, és onnan úgy jöttem haza, hogy nagyon komoly fájdalmaim voltak, hasfájdalmaim, és be is feküdtem a kórházba kivizsgálásra, ahol a trópusi betegségek osztályára tettek az egyiptomi út miatt, de aztán Crohn betegség gyanúját, ekkor még csak gyanúját diagnosztizálták. Nem volt még olyan súlyos a szitu, ezért szteroidokkal kikezeltek, és Bocs, mi az a mondták, Crohn betegség? Ne haragudj csak, hogy... krónikus vékony Aha. bélgyulladás, ez az orvostudomány szerint egy autoimmun betegség. Az autoimmun az azt jelenti, hogy a szervezet önmaga ellen támad. Tehát, Haha. hogy folyamatos gyulladásban van a vékony bél. Igen. Igen, és gyakorlatilag a vékony bélből a cucc nem tud átjutni a vastag bélbe, mert a gyulladás miatt megduzzad a vékony bél, és gátat képez a folyamnak, és perforáció veszély alakul ki, és ez baromi nagy fájdalmakkal jár. És Tehát ezek, 2005, bocsánat. igen, azt hiszem 2005 volt, és akkor mondom, így szteroidokkal kikezeltek, meg egy kolonoszkópos sekkamerás vizsgálattal megnézték, hogy mi a helyzet, és akkor diagnosztizálták ezt a Crohn gyanút, és előírtak gyakorlatilag egy ilyen táplálkozási változást, egy életmódváltozást, meg szteroidokat.
És ez milyen hatással volt rád? Ez hát, nem volt kellően ijesztő hatással rám, illetve én jártam havonta kontrollra egy belgyógyászhoz, akihez leültem a szép belvárosi irodájában, vagy rendelőjében, megkérdezte, hogy vagyok, mondtam, hogy jól vagyok, meglapogatta a hasamat, és felírta a méregdrága szteroidokat. És akkor így mondtam magamban egy fél év után, hogy na ezt így nem, tehát hogy ebben én nem megyek bele, ez komolytalan, ez itt csak biznisz. Ez az ember nem vizsgál meg, ez semmivel nem foglalkozik, csak írja a recepteket. Ezzel még nem is lett volna baj, hogyha életmódot váltottam volna. Tehát elhagytam a gyógyszereket, de nem változtattam életmódot, és gyakorlatilag 2 év múlva, vagy 3 év múlva, nem emlékszem, mikor volt az egyiptomi sztori, de 2008 novemberében újra jelentkezett ugyanaz a fájdalom, pontosan tudtam, hogy bakker, ez itt most ugyanaz a helyzet, úgyhogy egy saját lábon bevánszorogtam a kórházba. Nagy szerencsére az akkori sógorom az belgyógyász volt, és ő hozzá mentem, és egy rögtön nagyon jó kezekbe kerültem. Akkor ott megvizsgáltak, és akkor ott már a Crohn betegséget diagnosztizálták, és gyakorlatilag műtét vagy műtét jellegű válaszút elé állítottak. És ez mennyire volt instant? Tehát bementél, és azt mondták, most azonnal asztalra, vagy mennyi haladékot kaptál? Volt, bementem, akkor ott megszteroidoztak, hogy legalább a fájdalmaim csillapodjanak, azok csillapodtak, és a srácnak az apukája, ő szintén egy nagyon elismert belgyógyász, ráadásul Crohn specialista, aki éppen Szeged és Veszprém közt útba ejtette Budapestet. Nagyon, nagyon kedves és nagyon hálás vagyok a mai napig neki, mert hogy ő megnézte a leleteimet, és akkor ő mondta, hogy akkor Ádám dönthetsz, hogy műtét vagy műtét, a műtétet javaslom. Mondták, hogy van még időm, de hogy ez előbb-utóbb így meg kéne csinálni, mert nagyon szarul nézek ki. Tehát pár napot kaptam, 2 napot kb., hogy eldöntsem. És hát, még annyit fűznék hozzá, hogy én akkoriban már foglalkoztam ilyen alternatív gyógyászvonalokkal, tehát én jártam egy talpmasszőrhöz, aki elvileg kezelte az én problémámat, mert hogy visszatérve a kérdésedre, a tünetek utólag visszanézve folyamatosan jelen voltak. Tehát nekem az emésztésem az borzasztó volt, ha én ideges voltam, akkor rögtön fostam, már pedig a meló miatt szinte mindig ideges voltam. Tehát utólag visszanéztem, hogy Jézus Mária, én fél vagy egy éve szarul vagyok. De hogy igazából 2005 és 2008 között kb. Az első diagnózis után évekig, ha jól értem, akkor ezzel nem foglalkoztál érdemben? Semmennyit. Jól érted. Aha. Elhesegetted a gondolatot, vagy? Munkával hesegettem el a gondolatot, meg éjszakázással hesegettem el, és nem foglalkoztam ez az egésszel. Teljesen agyament dolgokat csináltam, te is tudod, hogy éjjel 2-kor rendeltem óriás rántott húst. Milánói spagettivel. Tehát így, na, szóval szörnyű. Az az érdekes nekem, és tudom, hogy ezt az orvosok nem tudják egyértelműen még, vagy a tudósok bebizonyítani, hogy ugye amikor pszichoszomatikus betegségekről beszélünk, amikor a lelki tényezők próbálnak jelezni, hogy figyelj öreg, ez az életmód, amit csinálsz, ez ahogy élsz, ez nem oké, kéne változtatni, és amikor ezt ignorálja az ember, akkor ugye hogyan jönnek a jelzések, hogy először lehet, hogy csak fáj a hátad, meg lehet, hogy pánikrohamod van, vagy hasmenésed van, vagy ez van, vagy az van. Aztán, hogyha ezeket mind ignorálod, akkor már lehet, hogy jön egy, mondjuk, egy Crohn diagnózis, amit még szintén lehet ignorálni, és folytatni tovább. Igen, addig, és akkor meghalsz. Egészen addig, igen. Tehát te vagy kiukad a beled, vagy elcsap egy autó az utcán, és kiszednek a játékból, mert hogy
hiába szóltunk. Te, hogy akkor azért végül is sikerült neked eltolnod a falig a te biciklidet ilyen szempontból, tehát 2 napot kaptál, igaz? 2 napot kaptam, csúcsra pörgettem az önállítást. És amikor ez a 2 napos határidő megjelent, amikor azt mondták, hogy figyelj, eddig ment, akkor leesett neked, hogy mi történik? Vagy mikor esett le neked, hogy itt most... Akkor egy csodálatos élményben volt részem. Kint ültem a kórháznak a kertjében, és éppen Osó Bátorság című könyvéből próbáltam erőt meríteni sikerrel, mert hogy az volt az első mondatok egyike, hogy nem az a bátor, aki nem fél, hanem az a bátor, aki szembenéz a félelmeivel, és vállalja a tetejéért a következményeket. Ez nagyon szép. És akkor így felnéztem az égre, és így hirtelen egy ilyen vortex-szerű időhurokban éreztem magam, és így leperegtek az elmúlt éveim, és így teljesen nyilvánvaló és tisztává vált, hogy én hogy kerülök pontosan akkor és most arra a padra. Még a könnyeim is kifolytak, olyan szép élmény volt, és akkor ott fel is hívtam a dokit, és mondtam, hogy akkor mehetünk. Ez egy vasárnapi nap volt, és akkor hétfőn bátyám elvitt Veszprémbe, a veszprémi kórházban műtöttek, meg rákövetkező szerdán. Hány éves voltál? 2008? Hát 33. Az van, hogy én most egy kicsit így érzelmileg érintett vagyok, mert voltam lenne nálad Veszprémbe a kórházban, meg előtt is voltam nálad a kórházban, még itt Pesten, amikor tényleg nem néztél jól ki. Meg, ha jól emlékszem, nagyon sok súlyt is veszítettél. Hát persze, hát fogytam, mint az állat. Az van, hogy nagyon aggódtunk, érted, mi barátok. Nem tudom, a család, a kapcsolataid, a környezetet, hogyan viszonyult hát, ehhez? Nagyon érdekes volt, mert az anyukám épp Hollandiába ment az unokatestvéréhez, és én gyakorlatilag megvártam, míg ő elutazik. És azután döntött, tehát az időben így pont úgy jött ki, hogy nekem a kórházi élményem már akkor volt, amikor ő a gépen ült, és amikor leszállt, akkor mondtam, hogy megyek a műtétre, és ő nem tudott ott lenni. Ez miért volt nekem, fontos? Ez azért volt fontos, mert az anyukám, ő nagyon aggódik értem, úgy általában, és én úgy éreztem, hogy nekem most nem nincs arra szükségem, hogy az ő aggódló tekintetével szembesüljek, hanem ezt nekem kell ezen a sztorin egyedül végigmennem. Tehát, hogy így nem vagyok így most kíváncsi másra, ez így csúnyán is hangozhat, de nem, egyszerűen tudtam, hogy ez most én rólam szól. És nekem, amikor megvolt ez a kórházi kerti élményem, akkor igazából én onnantól szorongtam, de egy ilyen teljes belső béke állapotában voltam. És akkor ez még kicsúcsosodott abban, hogy az intenzív osztályon, amikor felébredtem, akkor így a tudatomra ébredve, így azt láttam, tehát nem mozgott semmim, csak a fejem volt tiszta, és akkor látom, hogy oké, infúzió folyik be a cuccakó, van kajám, esik kint az eső, itt meg meleg van, és ágyban fekszem, akkor ez kell az élethez. Tehát kaja, ágy, pecó, köszönöm szépen. És ez a mai napig egy ilyen nagyon komoly élmény, és hát ugye külön kurfli az élettől, hogy a te egykori osztályfőnököd volt az én szobatársam, hanga tanár úr. Ez egyébként elég pici az ország. Tehát amikor te beléptél hozzám, hogy meglátogass a Veszprémi kórházba, akkor jó napot, tanár úr! Így igen. Köszöntél, igen. Volt. Ez egy külön szál a történetben, amit lehet, hogy most nem akarok kibontani. Jó. Viszont az nagyon szép, amit mesélsz arról, hogy tapasztalati úton hogyan találkoztál a mondjuk úgy minimalizmussal, tehát hogy hogyan jöttél rá arra, hogy mi az, amire tényleg szükséged van ahhoz, hogy életben maradjál, és hogy ez mekkora kontraszt ahhoz képest, amilyen életet előtte éltél. Siker, igen. Pénz, csillogás a mozihásznon. Igaz? Igen, igen, igen. Igen, és ehhez hozzá tartozik az, hogy tehát rólam azóta azt terjedt el a szakmában, hogy én megbolondultam. Mert hogy én ugye ilyen más értékek mentén szervezem azóta az életemet. Ennyit akartam hozzáfűzni. Nem bolondultam meg, hanem felismeréseim keletkeztek. Ez nekem mindenképpen egy olyan téma, amit
amit Később. szeretnék, tehát hogy ez föl van írva, mint kérdés, de hogy most még egy kicsit itt a kórházi ágyon időzve, hogy akkor ezt ki tudjuk jelenteni, hogy ez volt az az élmény, a műtét és az utána lévő napok a kórházban, amikor neked egy reset, egy gombot megnyomtál, és valami új kezdődött? Igen, újra bútoltam a rendszert. Erről tudnál légy szíves mesélni, mert azt gondolom, hogy ez a talán a legnehezebb része a változásnak, amikor leszámolsz a régivel, mintha átugranál egy szakadék másik oldalára, ahol viszont nem ismered, hogy mi vár rád, de nem akarsz már visszamenni oda, ahol korábban voltál. Itt azért könnyen az ember bizonytalanná válik, könnyen találkozhatsz belső félelmekkel, hogy hogyan élted meg ezt az időszakot, mi az, Hát amit erről tudsz. ez amiről te beszélsz, ez egy több éves folyamat, ami ezt a kórházat követte. Tehát itt a kórházban itt csak annyi történt, hogy oké, akkor amit eddig csináltam, azt így tovább nem. Én ott a változtatást abban láttam, hogy az akkori társamtól elválok, és ezzel az egész nagyipari, tehát egyelőre ezt csak a munkafrontján éreztem, hogy ott kell változtatnom. Az összes többi változás az később jött, és a sok később tanult információ hatására állt Aha. össze. Aha, tehát hogy akkor nem sokkal azután, a műtét után az üzleti életben visszavettél, ha jól értem, hogy Igen, kiléptél a korábbi helyzetből? ott gyakorlatilag megbeszéltem a társammal, hogy én ezt a zenekiadói tevékenységet egy saját cégben szeretném piciben folytatni, nélküle. És akkor ő ezt elfogadta, volt egy ilyen viszonylag feszültségteli időszakunk, amíg így el tudtuk varni, vagy meg tudtunk állapodni, de azóta így normalizálódott a kapcsolatunk, mert egy baráti kör tagja is vagyunk, úgyhogy azért össze-összejárunk, meg szeretem is őt. Úgyhogy igen, megindult egy új, hát végül is akkor indult meg az Egység Média, az új kiadóm, akkor még Bérces Music néven, aztán lett Tudatbázis Kft., aztán lett belőle Egység Média. És akkor Most végül is ezek a lépcsők jelzik az én saját fejlődési utamat, ezek a nevek. tök érdekes, hogy a kemény munka, és a műtét, és a reset, és hogy utána azért a munkára fókuszáltál először, amikor a változást próbáltad az életedbe behozni, igaz? Igen. És vajon miért volt ez? Könnyebb volt a külső dolgokon először változtatni, mint belül, Nem vagy ez párhuzamosan? láttam. Nem Tehát láttad. nem tudtam, hogy mélyebben van a probléma gyökere. Persze, tehát a felszínen. Ez még egy tüneti kezelés volt az én részemről is. Aha. Akkor te azt mondod, hogy akkor nem voltál tudatában az igazi gyökerének, a problémáidnak, és ezért a felszíni dolgokon próbáltál változtatni, ezt mondod? A felszínen kezdtem el változtatni, igen. Ott kezdtem változtatni, ahol láttam, hogy van probléma. Aha, A többi értem. helyen még nem láttam, hogy van probléma. Tudnál mesélni erről a folyamatról egy picit többet? Persze. Akkor most nem a felszínes probléma megoldása, hanem a Elindultál a mélyebbre menetről. felszínről, Aha. és aztán Hát hogyan kerültél a mélyebb szintekre? képbe került, ugye, szintén közös ismerősünk, aki végül is most ha így a mai nyelvre lefordítjuk, akkor egy látó gyógyító, aki felajánlotta a segítségét, és elkezdett engem gyógyítani. Tehát effektíve eljött hozzám, és energiával töltött fel órákon keresztül, rátette a kezét a különböző helyekre a testemen, amit utólag már tudtam, hogy ezek a csakráim, és hát éreztem, hogy telek meg energiával, és hát nyilván ezeket a kezeléseket rengeteg beszélgetés követte, gyakorlatilag tanított. Tehát tanultam arról, hogy bocsánat, hogy van itt az anyagon túl is sok minden a világban. Csak mosolygok, mondod, hogy közös ismerősünkről van szó, szóval én úgy ismertem meg a Zsuzsit, hogy nálad volt, amikor Igen. jöttünk meglátogatni, és ott találkoztam vele,
Én csak varázslónak hívom őt. Tök jó, így igen. Tehát ez segített neked kicsit kinyitni a világlátásodat, hogy a Ő materiális abszolút. világon túl. Igen. Tehát ő olyan kérdéseket tett fel, illetve olyan megvilágításokat hozott, amiket én eddig így össze se raktam. Tehát neki is nagyon hálás vagyok azért, amit ott tőle kaptam. Fordultál akkoriban pszichológushoz? Pszichológushoz valamikor fordultam, de ott nem voltam sokáig. Kétszer voltam pszichológusnál. Az első pszichológusnál nem töltöttem túl sok időt, mert arra lettem figyelmes, hogy többedik látogatásom után sem tűnnek fel neki a hangulatingadozásaim, amik nekem feltűntek. Mondjuk egy keddi napon full depisen mentem, pénteken meg full feldobva, mert mondjuk csütörtökön buliztam, és jó bulim volt. És akkor erre ezt egy meg se kérdezte, hogy mondjuk Ádám fogyaszt maga rendszeresen alkoholt, vagy, tehát, vagy bármi mást, és nem épült ki az a bizalom, vagy az a kötődés. Ez már a műtét után volt? Szerintem ez lehet, hogy a kettő közt, tehát Egyiptom és a műtét közt. Aha. Nem, igen, mert a műtét után a varázslónk jelent meg, és ő már nem, tehát ő volt, az ő vonalán mentem tovább. És a másik pszichológussal milyen élményed volt? Az nagyon vicces volt ott, az már sok évvel később volt, ott anyukám unszolására mentem el, és akkor azt megkaptam tőle, hogy én teljesen rendben vagyok, nincs szükség. Kaptam egy diplomát, pecsétet? Kaptam. Igen. Anyu igazolásomban normális vagyok. Igen. Te figyelj, tehát akkor még megint egy kicsit szeretnék visszakanyarodni. Változtattál a felszíni dolgokon, a cég működésén, kicsit a méretet levetted, önállósodtál, elkezdtél mélyre menni az önismeretben, ha jól értem, főleg a Zsuzsi a varázsló segítségével. Volt-e életmódba változtatás? Tehát, hogy mik voltak azok a területek, amikre elkezdtél figyelni, amint szeretnél volna változtatni? Hogy egy kicsit ezt így részletesebben el tudod mesélni? Hát persze, igazából akkor még nem nagyon tudtam változtatni. A mennyiségen tudtam határozottan, tehát mondjuk a heti 4 buliból lett heti 1. Aha. De mondjuk ezt nézzük úgy, hogy a műtétet követő 1 év után, tehát a műtétet követő fél év ott jóformán ki sem mozdultam a pecóból, tehát én teljes leszedált állapotban voltam, és akkor azt követően így ebben tudom kifejezni, meg nem ittam már rövid italt, tehát csak söröztem, de még hát függőségem volt, tehát igazából megvoltak a szerfüggőségeim, csökkent a mértéke, de jelen volt. Az igazi váltás az sok évvel később volt, amikor a természetgyógyász vizsgámra készültem. Tudsz még esetleg erről a folyamatról mesélni, vagy akkor ugorjunk már előre? Arról tudsz mesélni még, vagy mondani valamit, hogy ki volt, aki inspirált és segített változtatni? Említetted a Zsuzsit, említetted Osót. Hát a mai napig a Eckhart Tolle-nak a könyvei nagyon sokat adtak. Én is Coelhón is elindultam, tehát nekem ugyanúgy kellett, amikor még azt se tudtam, hogy mi van, akkor az ő alkimista könyve tök sokat segített, de a mennyei profécia a James Redfield-től, azt konkrétan a kórházban olvastam el abból 2 kötetet, rengeteg úgynevezett ezoterikus irodalmat olvastam. És mi lenne, hogyha megpróbálkoznánk azzal, hogy most elmeséled, hogy ma hogyan élsz, mostanában hogyan élsz, és akkor lehet, hogy ebből a kontrasztból fogunk látni valami. Jó ötlet. Hát ma úgy élek, hogy igazából teljesen jóformán méregtelen nül élek, tehát mindenféle korábbi szert, amit fogyasztottam, sok éve nem fogyasztok. Biokaját eszem, a legnagyobb költségem az a kaja költségem, ahol tudom, ott ezt eszem, illetve ott vásárolok, meditálok minden nap. Ideális esetben reggel este 1-1 órát, nem ideális esetben kevesebbet.
jogázom itthon, és úszom, egy tagja lettem egy szenior úszó egyesületnek, aminek keretében heti két edzésem van, meg különböző versenyekre járok. Van két fiam, és rengeteg időt töltök velük, és foglalkozunk az ő olyatén nevelésükkel, hogy már olyan jellegű rendben megint nőjenek fel, amit mi gondolunk a világról. És hogyan tudsz időt szakítani a számodra fontos dolgok megvalósítására? Arra szakítok időt, tehát így a munkám az eléggé a háttérbe szorult, tehát most a kiadó az nem túl aktív, a meglévő pár művészének a művészével foglalkozom, van ebben egy külsős munkatársam, aki még az IMI-ban volt egyébként kolléganőm, és újra összefújt minket a szél a nyáron. Innen passzív jövedelmeim vannak a jogdíjak formájában, amik nyilván évről évre csökkenő mértékűek, de egyelőre fedezik még egy évig, egy-két évig a kiadásaimat, és ezen kívül pedig keresem azt a helyet még mindig vidéken, ahova majd egy ilyen tanyaszerűséget létrehozok, ahol majd így szeretném a saját házamat, kertemet, konyhakertemet létrehozni. Úgyhogy időt úgy tudok szakítani a dolgaimra, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem kell taposó malmosat játszanom még ebben az évben, hogy pénzért kelljen nagyon-nagyon sokat. Tehát, mit tudom, én napi 2-3 órával most elvégzem a feladataimat. Ez jól hangzik. Tehát, hogyha most egy kicsit így kizúmolok, akkor 10 évvel körülbelül a műtét után konkrétan egy teljesen más életmódot látunk, de hogyha jól értem, ez még mindig nem a végállomás. Jól érted. Mi az, amivel még mindig elégedetlen vagy? Mi az, amivel még szeretnél változtatni? Nem ott lakom, ahol szeretnék lakni. Tehát én szeretném, én most jelenleg egy budapesti társasház lakásában lakom, és szeretnék természetközeli helyen lakni. Tehát keresek egy nagyobb földterületet, ahol teljesen kapcsolatba tudok lenni a természettel, mert azt gondolom, hogy annak nagyon fontos szerepe van abban, hogy én, mint emberi lény, a testi, lelki, szellemi egészségemben legyek. És ezen kívül van még olyan dolog, amit szeretnél változtatni az életedbe? Szeretném a munkámat azt, vagy nem is a munkámat, tehát még nem találtam meg pontosan a küldetésem kiteljesítésének a formáját. Igazából szeretnék, vagy tervezek egy videoblogot már több éve, ami egy ilyen szemléletmód tanácsadással ról szólna. Csak azt addig nem érzem hitelesnek, amíg nincs meg a tanyám, mert hogy valahol ez a egésznek a lényege, hogy erről szeretnék majd beszélni, hogy miért fontos ez, és miért gondolom ezt egy olyan iránynak, ami üdvös bárki számára. És jól értem azt, hogy akkor most van még egy-két éve, de még nem kell annyira ráfeszülni a rendszeres pénzkeresetre, de hogy azért el fog jönni nem sokára egy ilyen idő, amikor újra termelned kell a jövedelmet. És hogy ezt már próbálod úgy megtenni, hogy önazonosan? Persze. Tehát én tanultam az elmúlt években, természetgyógyásszá lettem, tehát megszereztem azokat a tanokat, illetve papírokat, amik ehhez kellenek. Praktizálni még csak nem is praktizálok, hanem ismerősökön kvázi gyakorlom, akik kérik a segítségemet. Ezt meg azt a online videoblogot, ezt akarom valami olyan praxissá gyúrni a későbbiekben, ahol tudok segíteni más hasonló helyzetben lévő elakadtaknak, mint amilyen én voltam. Hát azért neked elég nagy tapasztalatod kellett, hogy összejöjjön ebben az utazásban. Azért, hogyha most megnézzük az elmúlt 20 évedet, hogy ugye volt a kb. Két rész, az első 10 év a multiból dobbantás a rockstar életmódba, aztán a műtéttel egy új fejezet. Egy húszárvágás, egy új fejezet. Hasamon. És most így a második 10 év után meg azért eléggé úgy látom, hogy akkor
letisztult az, hogy hogyan szeretnéd élni az életedet, hogy hogyan fog ez kinézni. Igen, tehát így azt gondolom, hogy irányban állok, csak még nagyon apró lépésekkel haladok igazából. Aha. Tehát az, hogy merre megyek, azt már pontosan tudom, az, hogy ez formában hogy fog kinézni, azt még nem látom, de nem is hajtom igazából, pont azért, mert most még megvan ez a nyugalmam, ami az anyagi biztonság, illetve tanulok egyébként teljesen szürreális módon például tőzsdézni, mert hogy abban látom még azt, hogy igenis nagyon sok tanulható folyamata van, és hogy abban lehet pénzt keresni, tehát továbbra is a jövőben a passzív jövedelem szerzés az, ami érdekel, emellett pedig szeretnék olyan dolgokat csinálni, amiket, tehát vonz a kerti munka, vonz az építkezés egy cimborámmal, most pont asztalos, meg kőműves OK-s tanfolyamokat néztünk, és hát ugye ez egy, mondhatni már lassan egy trend, tehát ebben a korban nagyon sok ember hasonlóan kezd el gondolkodni, és hasonlóba van, mint én. Úgyhogy... Nálad ennek mi a motiváció? Talán az, hogy az értelemkeresés, hogy valami értelmes munkával... Hát, legyen eredménye. Tehát legyen eredménye. Tehát egy barátomnak a házán építettünk tetőt itt tél elején, és most voltam nála, és egyszerűen az az érzés, hogy ott vagyok a barátomnál, ott a kis családja, és részem van abban, hogy tető van a feje felett a szószoros értelmében, ez örök. Tehát amíg az a ház van, az addig ott lesz. Az, hogy én elküldök 5 e-mailt, meg játsza egy dalomat a rádió, az lufi. Úgyhogy ez motiválja, hogy teremtsek, hogy legyen lenyomatom a világban, és akkor úgy tud lenyomatom lenni, vagy full anyagi szinten, tehát ugye a semmiből valami létrejön, vagy kvázi a lelki-szellemi szinten, hogy mondjuk segítek valakinek. Tanácsot adok, akár zeneipari tanácsot, ha az érdekli, akár egészség, vagy életmód vitelit, akár szemléletbeli. Azt gondolom tényleg, hogy az elmúlt 10 évben elég sokat tanultam. És eljön egy pont, ahol természetesen kívánkozik ki az emberből, hogy ezt megossza mással, mert én mindent igazából azért tanultam, vagy az volt a motivációm, hogy a gyerekeim már ne úgy legyenek programozva, hogy én meg így a társadalmunk volt programozva. Nem kapjanak legalább egy B-verziót, és aztán döntsék el, hogy melyik a frankó szerintük. De most már az a tudás, tehát gyarapodott, akkor miért csak velük osszam meg? Tehát most itt visszakanyarodva a korábbi általad felvetett kérdésre, hogy amikor valaki egy újat akar kezdeni, akár vállalkozást, akár zenekart, hogy mi a célod? Tehát, hogy akkor, ha jól értem, a te célod a segítés, az alkotás, létrehozni valamit, hogy ez két különböző nagy csapásirány, nem? Mert én azt gondolom, hogy te az egész karriered során igazán segítettél embereket, még akkor is, amikor ezt a kemény rock and roll életet élted. Én mindig úgy láttalak téged, hogy te nagyon tehetséges vagy abban, hogy felkaroljál, meglássál tehetséges embereket, és nekik segítsél kinyilvánítani az ő tudásukat, vagy az ő segítségüket. Én azt gondolom, hogy neked ez nagyon régóta működik. Igen, csak nagyon sok esetben én egyrészt én meglátom a másikban, hogy mi van benne, ő nem feltétlenül látja meg magában, hogy mi van benne, érzi nyilván, meg be van csatornázva, mert művészként alkot, de például egészségtelenül él, nem dolgozik a traumáin, tehát gyakorlatilag a személyiségének a függésében él, azt gondolom, hogy érdemben segíteni itt tudok. És habatortán az, hogy akkor még a zeneiparban is know-how-t adok át. De az nem létszükséglet. Tehát a kórházi ágyon arra nincs szükség. Értem. Tehát, hogyha jól hallom, akkor ez, hogy azon az úton, amin eddig eljutottál, neked ez egy konklúzió, hogy a belső viszonyulásaid
dat kell rendbe rakni, és akkor kint rendbe lesz, igaz? Igen. Ah. Ahogy bent, úgy kint. És neked ma mit jelent a siker? Hú, valahol egyszer hallottam, hogy az a siker, ha elérem a célomat. Neked ez? Neked ezt Na, jelenti? Igen, igen. Aha. És mik a céljaid? Hát, amit előbb elmondtam. Aha, hogy ezt szeretnéd elérni. Aha. Igen, ez a siker. És ez a definíció, ez mennyit változott az elmúlt 20 évben? Hát rengeteget, mert ez ugye kellően általános most, ugyanakkor kellően pontos is, de az, hogy az a siker, hogyha első lesz a kiadóm a legtöbb kiadó közt, akkor ahhoz képest nyilván teljesen más irány. Volt, amikor ebben mértem a sikert, persze. Ezt mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy te mit tanácsolnál mai fejjel a 20 éves önmagadnak? Hú, keresd a bölcsek társaságát. És ezt ki tudod egy kicsit jobban fejteni, hogy ez miért fontos neked? Hát mert akkor meg tudod esetleg kímélni magadat a nagyon nagy szopásoktól. De hát, te ha tudtál bölcsektől tanulni, neked nem kellett az, hogy a saját bőrödön tapasztaljad nem, ezt? Nem voltam bölcsek társaságában. Tehát ezért mondom, hogy keresd. Ez a tanács, hogy keresd. Gondoltam, hogy én tudom, azt gondoltam, hogy én tudom a tutit, és nagyjából az egész emberiség ezt gondolja, hogy ő tudja a tutit. Akkor most ezt most egy kicsit bővebben, hogyha ki tudod fejteni, hogy nem kerested a bölcsek társaságát, később már igen? Persze, és megtaláltad? A bölcsek az akkor ez az olyan ember, akitől tanulni tudsz. Uh-huh. Az a bölcs számomra. Keresem, persze, meg hogy jó pap holtig tanul. És most így 10 évvel a műtét után, most, hogy így rengeteget változtattál az életmódodon, mind a külsőségek, mind a belső világot tekintetében, maradt-e még szorongás? Szoktál-e néha szorongani? Nem. Nem? Nem. Nem szorongok, tehát ha rossz hangulatba kerülök, akkor iszonyú hamar vissza tudom rántani magamat, hogy tehát először felismerem, hogy rossz hangulatba kerültem, megkeresem, hogy mikor kerültem rossz hangulatba, mi okozta azt, és ha az megvan, akkor azt az egész sztorit újra lefuttatom magamon, és addig futtatom magamon, amíg meg nem találom a választ arra a kérdésre, hogy mi zavar abban a szituációban. Tehát olyan alapvetések a lényem részévé váltak, hogy én okozok mindent magam körül, tehát mindenért, ami velem történik, én vagyok a felelős. Akkor nincs okom szorongani, hanem maximum fejemre koppintani, hogy már megint milyen hülyeséggel szophatom magamat. Úgyhogy nem, a szorongás az nincs jelen. Tévedés meg hibázás az persze. Meg a origómból való kiesés az jelen van. Vannak, hát ezért is meditálok, mert az nagyban segít ahhoz, hogy visszakerüljek az origómba. És most ez, hogy keresni a bölcsek társaságát, akiktől tudsz tanulni, ez a nagy változás, ami benned lezajlott, meg körülötted, hogy az a világ, amiben régen benne voltál, azon kívül, hogy Ádám megbolondult, igen. Azon kívül valami más reakció jött onnan, vagy hogyan alakult a viszony? Nem keresi a társaságomat, az a világ. Nem, és ezt te hogy éled meg? Mit gondolsz erről? Az elején nagyon rosszul esett, és elutasítottságot éreztem, dacot és dühöt éreztem, aztán éreztem sajnálatot, hogy sajnálom, hogy nem értenek meg, mert hogy nem így nincs módom adni. Most meg elfogadással vagyok, tehát értem azt, hogy mindenki, minden egyes ember a saját életpályáját, életprogramját futja, akivel dolgom van, azzal találkozom, és azokra koncentrálok, akik az utamba jönnek, és akik vagy akivel találkozunk, és akik megkeresik a társaságomat, mert vannak emberek, jelennek meg természetesen, csak jellemzően az a régi kör, ahol én mozogtam, az nem. De újak, igen, hát ez velejárója, és ennek a fajta szellemi útnak. Mondtad, hogy keresd a bölcsek társaságát.
hogy van egy ilyen mondás, amivel én egyetértek, hogy a hozzád legközelebb álló öt ember átlaga vagy. Hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen emberek vesznek körül téged, és főleg nem, akik a legközelebb vannak hozzád. Igen, hát eleve nem mindegy, hogy egy beszélgetés az téged felhúz, tehát jobban érzed magad utána, vagy le vagy nyomva. Hát ezt mindnyájan megfigyelhetnénk, hogyha elmegyünk egy tárgyalásra, egy pláza közepébe, milyen az, amikor bemegyünk, és milyen állapotba jövünk ki. És akkor érezzük, hogy Jézusom, tele vagyok töttyenve, vagy Úristen, de jót beszélgettem. A pláza közepét ezt hangsúlyoztad azért, mert hogy a környezet húz le, vagy hogy amiatt nem tudsz fókuszálni arra, akivel beszélsz? Hát, hogy még inkább a közepébe megyünk igen, a torz környezetnek. És akkor nem, hanem kijövünk, rögtön pötyögünk, kész, nem is figyelünk arra, hogy mit éreztünk benn. Miközben eldönthetnénk, hogy mert biztos, hogy volt egy pillanat, amikor eldönthettük volna, hogy amikor felismertük, hogy hú, ez az ember, ezzel nincs tárgyalni való, nem akarok vele üzletelni, most direkt ezt a vonalat hozom, de nem, mert ellenszenves vagy, mert nem rezgünk jól, nem komfortos a társasága, de nem, ezeket így pikpak felülírjuk. És aztán... most, hogyha érzed, hogy valakivel nem akarsz üzletelni, akkor egyből fölállsz, vagy azért végighallgatod? Hát a körülményeken múlik, igyekszem nagyon előre kideríteni, hogy van-e egyáltalán dolgunk, hogy találkozzunk-e. Milyen kritériumok alapján? Hát megkérdezem, hogy mi a célja annak, hogy találkozni szeretne velem. Miben tudok segíteni. Hát így, tehát, hogy így próbálom lepontosítani, hogy vajon tényleg ott egy találkozása a mi dolgunk. Ha meg ott vagyok, akkor meg nyilván akkor nem volt még olyan helyzetem, hogy nagyon kellemetlen lett volna, de ha nagyon kellemetlen, akkor felállok és elmegyek gond nélkül. Értem. Így a záró kérdéseknél járunk, hogy nagyon sokat beszéltél már erről, de hogy ha egy kérdés vagy egy válaszban meg tudnád fogalmazni, hogy mit tanultál az eddigi utadból, hogy mit tanultál ebből az élményből, amiről eddig sokat beséltél? Azt tanultam, hogy amit előbb is mondtam, hogy minden, ami velem történik, annak én vagyok az oka. Oka és a célja is. És hogy egy feladatom van, hogy ezt az egészet minél tisztában lássam. Tehát, hogy gyakorlatilag minden időpillanatomban tudjam azt, hogy mit, miért teszek, és annak milyen következménye van. És ez, hogy így fókuszálsz önmagadra, meg tudatosan vizsgálod az érzéseidet, a reakcióidat, ez hogyan játszik közre abban, hogy te tudjál másokhoz kapcsolódni? Ez úgy játszik közre abban, hogy ha én tudatos vagyok magamra és a viselkedésemre, akkor én a legjobb énemet tudom hozni egy adott kapcsolódásban is, tehát egy beszélgetésben is. Tehát ha én, ahogy most veled beszélek és koncentrálok, most már ugye koncentrálok arra, hogy hogyan ülök, meg beszélek, akkor más minőséget tudok hozni, mint mondjuk az elején, ahol még egy picit én is így zavarba voltam, meg forrogolódtam, amitől rosszul szólt a mikrofon. Ha én tudatos vagyok magamra, akkor én az origómban vagyok. Ha az origómban vagyok, akkor jól érzem magam. Ha jól érzem magam, akkor jó a kisugárzásom, akkor aki a társaságomban van, az a jó kisugárzásomban van jelen. Ezáltal biztos, hogy ez neki ad, nem elvesz. Értem. Van-e valami, amit üzensz a hallgatóknak, vagy valami, amiről nem beszéltünk, és szeretnél még? Nem, nincsen. Nincs, nem az én dolgom üzenni. Hallgassátok Bandi műsorát. Köszönöm. Hol lehet téged megtalálni a neten? bercesadam.hu CZ-vel. Okay. Jól van. És hogy érezted magad ebbe a beszélgetésbe? Nagyon jól éreztem magamat. Én egyébként így érzetileg a közepén van egy hiányérzetem, tehát tehát hogy valószínűleg valamit kell a családról beleszőni. Tehát, hogy egyszerűen kell, mert annyira, tehát aki ismer, annyira tudja, hogy ez is egy ilyen meghatározó részem, és
Tehát az, hogy hogyan sikerült végül is. Tehát az, amit mondtál, hogy a kórházzal elindult egy folyamat, és hogy először a felszín, az üzleti élet, és akkor ott az nincs így egy kicsit kilépcsőzve. Ahogy elkezdtem a felszínen az üzleti élet, vagy a munkámban a változásokat, illetve ahogy a varázslóval haladtam a önismereti úton, vagy elindultam, úgy jött a következő egyértelmű lépésként a magánéletemben való változtatás. Én gyakorlatilag egy 20 éve vagyok vagy voltam egy se veled, se nélküled jellegű kapcsolatban a legnagyobb szerelmemmel és gyermekeim anyjával, aki egyébként akkor volt állapotos, amikor nekem a műtétem volt, és aki nem tőlem volt állapotos, mert akkor éppen külön utakon jártunk, és valahogy az ő állapotossága, miután ő egyedül maradt ebben, összehozott minket az én felépülési fázisommal, aminek az lett a következménye, hogy mi újra a se nélküled stádiumba, azaz egymással éltünk, és ennek lett a gyümölcse egy közös gyermek, és az ő születése volt az a nagyon komoly lépcső, ami segített abban, hogy felismerjem, hogy mi a fontos, és az, hogy ő boldogságban, teljességben éljen, annak feltétele, hogy a szülei is így éljenek, és hogy akkor én tegyek meg mindent. És az ő érkezése volt az a nagyon fontos pont, ami itt a változásomban szerepet játszik, mert hogy ekkortól kezdtem el igazán komolyan venni azt, hogy az én testi, lelki, szellemi egészségem az kutya kötelességem azért, hogyha ő neki a lehető legjobb apát szeretném hozni, és ez motivált arra aztán, hogy folytassam az önismereti utamat, amiben volt 1000 tanfolyam, vipasszana meditációs csendtáborok, minden évben jógasulik, éjjelente hajnalba lógó videónézések a YouTube-on, könyvek. Tehát egy folyamatos tanulás, mert azt vallom, hogy nyilván a lehető legjobbat szánva nekik, azt szeretném, hogy ők már ne legyenek olyan traumatizáltak, mint amilyen én voltam, vagy úgy általában a gyerekeknek a szülei, és hogy ezért a legjobb énemet kell hoznom. Tehát, hogy egy külső, tehát a felelősségérzet, hogy segít neked abba, hogy magadat jó úton tartsad. Hogy Nem van, is, nem, nem, rávilágít, megvilágította. Tehát a felelősségérzet megvilágította az annak a fontosságát, hogy nekem a lehető legjobb állapotba kell lennem. Mert most már nem csak önmagam miatt, hanem a gyerekek miatt is. Most pont azon gondolkozom, nem mintha releváns lenne, hogy egyszerre kb. Születtek a gyerekeink, igaz? Igen. Neked 12, 12. 20. Most vasárnap lesz. Öt Első hó éves. 20. Aha, nekem második hó 2. Hihetetlen, nem? Hogy így visszanézel, most nem tudom, mi mondjuk ismerjük-e egymást, mi volt a 20 éve. Hát de emlékszel, amikor írtad, hogy valami breaking news, Aha. Dóri terhes, és akkor visszaírtam, hogy breaking news, Dóri terhes. Emlékszem, megvan, igen, emlékszem. No, ez azt hiszem egy jó záró mondat. És hát nem terhes, hanem áldott állapotban van. Hát igen, kinek teher, kinek nem. Nyomom. Persze. Hogy én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én köszönöm, Bandi. Nagyon jó volt. Akkor szia, Ölellek. köszönöm, minden jót neked. Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, remélem nektek is jó volt. Ha tetszett, akkor arra kérlek, hogy még ma
mesélj erről a podcastról egy barátodnak. Köszönöm a megosztást, a lájkolást és a szeretetet. Viszont hallásra!